Rúzsa Magdolna nélkül volt Megasztár koncert Szekszárdon. Annak ellenére, hogy az év hangja nem volt jelen, az este remek hangulatban zajlott. A rajongók némi csalódottsággal ugyan, de így is kiválóan érezték magukat a másfél órás műsor alatt. A szekszárdi koncert előtt idén is kamerán elé álltak a 2006-os év hangjai. A kezdetekről és persze a távoli jövő terveiről meséltek a fiatalok. Hogyan is kezdődött ez az egész, hogy a Megasztárban jelentkeztél, egy picit mesélj erről? Hát igazából semmi különös. Igaz, láttam a Tóth Verát énekelni, és őt imádtam. És annyira tetszett, amikor fény év távolságot énekelt, hogy egyszerűen annyira felpörgetett ez a dolog, hogy ilyen. Ja, nem így, egyszerűen beleőrültem a dologba, úgyhogy gondoltam, megpróbálom, bár nem volt semmi előzmény igazából, de hát csak a szokásos ilyen gimi éneklések, de hát azt szerintem mindenkinek megvolt, legalábbis 10 fiúval szerintem 9 biztos arról álmodozik, hogy egyszer rockstar lesz. Nekem, hát hasonló, de közben mégsem, inkább arról van szó, én idegeskedtem, tehát az elsőt végignéztem, hogy de jó, én zenéltem előtte, tehát nekem mindenféle előzményenek megvolt, de hát mondom, nagyon sok tehetségkutatón voltunk zenekarral, mondom, ennek semmi értelme, tehát Magyarországon nincs ilyennek értelme. És az elsőt láttuk, hát de mégis van. A másodikon meg gondolkozgattam, de igazság szerint még akkor is én csináltam a dolgomat. És a másodikban, a szériában, amikor egyszerűen tényleg láttam, hogy annyira tetszik meg, hogy miket lehet elénekelni, és volt egy rock nap, amikor ilyen rock metal dalokat kellett, és ezzel halálosan felidegesítettem magam, hogy nem volt igaziból benn rock énekes a döntőben, aki rendesen, meg olyan zenéket csináltam előtte, meg olyanokban szerepeltünk, és én azt mondtam, hogy én nekem jelentkeznem kell, tehát hogy legalább ezt a részét képviseljem, vagy hogy sikerül-e bejutni, pontosan egy ilyen, hogy mondjam, nem önteszt, hanem egy ilyen visszaigazolás, hogy be tudok-e kerülni egy 50-be, stb. És így tovább, és ezért így jelentkeztem. A különbség a Megasztáros és a saját zenekaros felépések között rengeteg dologra tanította az énekeseket. Ez bonyolult, mert azért nem olyan egyszerű, hogy előtte semmi nem volt, most meg minden. Az embernek mindent először is szinte meg kell élni ahhoz, hogy tudja, tehát milyen 10 ember előtt játszani, 5 ember előtt, milyen 3000. De ugyanúgy Megasztárosokként is már játszottunk kis közönségnek, vagy olyat, akik nem igazán azért voltak ott, és őket is be kellett lelkesíteni. Kétségtelenül jobb, meg egyáltalán szervezeted most egy nyár alatt 20-30 koncertet letudni, úgyhogy hogy folyamatosan van jó körülmények között, olyan közönség, aki nézte a műsort is, és tudja, hogy mit várhat az emberekről, milyen dalokat szeret, stb. De egyébként tehát utána sem marad ez, tehát ugyanúgy meg kell érte dolgozni és küzdeni. Tehát ez egy jó ugródeszka, meg egy jó dolog, meg egy olyan, mint amilyen egy osztálykirándulás, vagy egy jó ilyen nyári tábor, amikor ember elengedi magát, és aztán kezdődik előről. Minden. A jövő tervei már körvonalazódnak. Pont most a kocsiba beszélgetünk, 2 év múlva Sziget Nagy Színpad. Petivel azt tervezgetünk, hogy lesz majd az ő Sziget Nagy Színpad. Nyugdíj, visszamegyek az unokáimhoz, és letelepszünk, és lesz egy farmom. Soha többé nagyváros. A szekszárdi sportcsarnokban, annak ellenére, hogy Rúzsa Magdolna a Megasztár 3. szériájának győztese nem jelent meg, a koncert nagyon jól sikerült.